Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Építők című kézilabda magazinunkat látják. Kevés olyan csapat van Európában, amellyel ne találkozott volna a Telekom Veszprém. Bármilyen furcsa, az Aalborg ezek közé tartozik. Az első találkozójuk alkalmával a veszprémiek itthon hazai környezetben látták vendégül a dánokat, és természetesen a cél az volt, hogy sikerüljön itthon tartani a kettő pontot, és hogy a Veszprém megőrizze a veretlenségét. Nem volt olyan veszprémi szurkoló, aki akár egy fapatkát is adott volna azért, hogy az Aalborgnak sikerül pontot vagy pontokat szerezni a királynék városában. A hazaiak ugyanis listavezetőként fogadták a csoport utolsó helyezettjét, épp ezért a szurkolók magabiztosak voltak. Mit várhatunk az Aalborg ellen? Győzelme. Minimum 5. Legalább. Jó meccset. Jó meccset. Természetesen győzelmet. Hát ez nem kérdés. Eddig is nagyon jól ment a dolog, most idehaza meg pláne jól fog menni, úgyhogy mindenképpen győzelmet várunk. Minimum 6 gól. Szerintem. 10? 10. Legyen 8. 8. 8. 10. 10. Első fél idő szoros, a másodikat meghúzzuk. És akkor tuti. Amíg ők gyülekeztek, addig begördült a vendégek busza. Feltűnő volt, hogy a játékosok arcán igazából nem látszott semmi, sőt, talán kicsit motiválatlannak is tűntek. Bent lassan pirosba öltözött a nézőtér, miközben a szurkolók kedvencei is megérkeztek melegíteni. Persze ebből a melegítésből a B közép is kivette a részét. A Veszprém nagyon jól játszott ezen a meccsen, és esélyt sem adott az ellenfelének. A gólgyártás már az első percben elkezdődött, Blagotinšek szépen vált le a védőjéről, és magabiztosan helyezte a labdát a hosszú sarokba. Az Aalborg mindössze 4-3-ig tudta szorossá tenni a meccset, innentől a hazaiak domináltak, előbb Manaszkov révén 5-3-ra, majd Margucs lerohanása után már 8-4-re is vezettek. A Veszprémben Andreas Nilsson is nagyot küzdött, akinek a góljával már 13-8-ra vezettek az építők. Közben Lékai Máté is remek formában játszott, sorra lőtte a gólokat, de az első játékrész utolsó találatát mégis a dánok jegyezték. Ez viszont már csak szépség tapaszt volt, hiszen 30 percnyi játék után 16-10-et mutatott a kijelző. A második játékrész Mikler Roland parádiával indult, egymás után hárította a vendégek próbálkozásait, Blagotinšek pedig ismét eredményes volt, ekkor már 18-12-re vezetett a Veszprém. Itt a BL-ben már minden csapat nagyon jó. Mi tudtuk, hogy sokat futnak és nagyon jó lövőik vannak, de megállítottuk őket. Az Aalborg közben a kapusukat folyamatosan lecserélve 7-6 elleni támadásokkal próbálkozott, de Mikler Roland és a veszprémi védelem továbbra is zárva tartotta a kaput. Én ezt az egész mérkőzés alatt éreztem, hogy jól tudunk együttműködni a védőfallal. Ez az nagyon fontos egy kapusnak az életében, hogy jó védőfal legyen előtte nyilván, és amellett érezzük is egymást, úgyhogy ez a mai mérkőzésen is jól működött. Mikler fantasztikus védései után Dragan Gajic pillanatai következtek. Neki köszönhetően már 21-15-re is vezetett a Veszprém. Ekkor jött Lékai Máté sérülése. A földön fekve a bokáját fájlalta, de szerencsére nem történt komolyabb baj. Nagyobb volt szerintem az életség, mint maga a sérülés, nyilván fáj, még jobban fájni fog most nyilván este, de azt gondolom, hogy nem, legalábbis bízom benne, hogy nem történt semmi komolyabb, és a jövő hétre harcra kész leszek. Rövid ápolás után Lékai folytatta a játékot, és további 2 gólt szerezve ő lett a legeredményesebb veszprémi. A vendégek továbbra is próbálkoztak, de ekkorra már eldőlt a mérkőzés. A hazai csapat már 26-18-ra és 29-22-re is vezetett, végül pedig 30-24-re nyerte meg a találkozót Lyubomír Vranjás csapata. Az első félidő nagyon jó volt. Azt gondolom, szerezhettünk volna még 1-2 gólt a vége előtt, de a védők és a kapus nagyon jól dolgozott a másik oldalon. A végén 6 góllal győztünk, szerintem ez kicsit csalóka. Nincs ennyi különbség a két csapat között. De végül is nagyon jól védekeztünk és támadtunk, ez volt a siker kulcsa.
Folytatás vasárnap 17 órától a Paris Saint-Germain ellen. Játszanak és nyerjenek az Építők magazinnal. E heti kérdésünk a következő. Melyik évben nyert Lyubomír Vranjes játékosként világbajnokságot? A. 1999, B. 1997, C. 1995. A helyes válasz betűjelét a játék@lv-sport.hu e-mail címre várjuk szerdán 18 óráig. Kérjük, hogy a megfejtés mellett az e-mailben tüntessék fel nevüket és elérhetőségüket is. A legszerencsésebb játékos egy 10.000 forintos vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb, amely Hammel termékekre váltható be az LV Sport üzletében, vagy a www.websportáruház.hu webáruházban. Most pedig megmutatjuk, hogy ki nyerte múlt heti játékunkat. Tudják önök, hogy miért ezek a feliratok jelennek meg egy bajnokok ligája mérkőzés előtt a veszprémi kézilabdacsarnokban? Vagy esetleg tudják, hogy hol van a sajtószoba, ahol a játékosok és az edzők szoktak nyilatkozni? Vagy látták talán már azt a serlegtermet, ahol megtalálhatják az összes nagy kupát, amit a veszprémi kézilabdászok összegyűjtöttek? Nem? Akkor sajnálhatják, hogy lemaradtak a mostani csarnoktúráról. Regisztráció, gyors méretkőzés Nagy Lacival és egy rövid kis történeti áttekintés után már indulhatott is a csarnoktúra, ahol rengeteg kulisszatitkot megtudhattak az érdeklődők, például azt is, hogy a kézi csarnoknak Celjében van egy ikertestvére, mivel azokat a terveket használták a Veszprém Aréna építésekor is. Azok a játékosok, akik Celjéből igazolnak hozzánk, nem kérnek csarnoktúrát, mert hát ismerik, mint a tenyerüket, ugyanabban a csarnokban játszanak majdnem. Egyébként, ha épp nincs kézilabda mérkőzés, koncertek, előadások és kiállítások színhelye az aréna. Rövid séta után irány a folyosó, innen lehet bemenni a veszprémiek öltözőjébe, amelyet a kéréseknek megfelelően nem mutatunk. Aki viszont ott volt, az beleshetett kicsit. A konditerem már egy sokkal szabadabb világ hangulatát árasztotta. Ez a mi szépen és gyönyörűen felújított konditermünk, ez Vranjes mester első pár kérése között volt, hogy az előző konditermünket valahogy pofozzuk ki, mert az azért nem nézett ki túl szépen. A mostani termet különböző motivációs feliratok díszítik, a játékteret pedig számtalan reklám, amit azonban nagyon szigorúan szabályoznak. Egy bajnokok ligája mérkőzés előtt például az EHF dönti el, hogy mi és mennyi ideig jelenhet meg a LED hirdetőkön. Hát minden marketingjog és minden reklámjog az EHF-é, és hogyha mi szeretnénk egy új szponzort bevezetni, akkor az elég hát szoros, sok és nagyon kemény e-mailezések árán lehet. Némi kaptató után útbeejtettük a kommentátor állásokat, a VIP termet és a sajtószobát is, ahol akár Lyubomír Vranjes helyére is be lehetett ülni. Sokak számára a legszebb pillanatokat a serlegterem okozta, ahol bárki kedvére nosztalgiázhatott a régi sikerek között. Egy régi álmunk vált valóra ezáltal, hogy részt tudtunk venni rajta. Különösen a serlegterem volt az, ami nagyon piszkálta a kíváncsiságunkat már nagyon régóta. Érdemes részt venni egy ilyen programon, hiszen olyan helyekre kukkanthat be az ember, ahová normál esetben nem léphet be. A következő csarnoktúrán erről bárki meggyőződhet. A tabella első két helyezettje találkozott egymással a KNTH Liga 9. fordulójában, ahol ugyan a piros mezes Balatonfüred szerzett vezetést, Ancsin egyenlítését követően már a Veszprém vette át az irányítást. Manászkov gólja 3-ra növelte a különbséget, de a balatoniak nem adták fel és Bóka Bendegúz egészen 4-3-ig hozta a hazaiakat. Itt azonban megtört a lendület és a Veszprém Blagotinsek, illetve Márgucs góljainak is köszönhetően 8-ra növelte az előnyt. 14-6-nál betalált az a Győri Mátyás is, aki először lépett pályára egykori klubja ellen. A két csapat tartotta a 8 gól körüli differenciát, a szünetben 18-11-jel fordultak a csapatok.
A második játékrész első találata Manaszkov nevéhez fűződött, majd ezután Hornyák megmutatta, hogy a Fürediek is tudnak kézilabdázni. Az utolsó 10 percben már csak a különbség volt kérdéses. A rangadót végül a Veszprém könnyedén 39-25-re nyerte, és ezzel az egyedüli 100%-os csapat maradt a bajnokságban. 4 évet töltöttem itt, először játszottam ebbe a csarnokban nem fülediként, de jól éreztem nagyon egyértelműen a Veszprémi mezben magam. A meccs elejétől a végéig megpróbáltuk azt a pályán véghez vinni, amit a Jubo kért tőlünk a meccs előtt, illetve a félidőben. Az elején nagyon jól működött a védekezésünk, Mirko nagyon jó formában védett, tudtunk gyors gólokat is lőni, úgyhogy az elején már közé tudtunk tenni egy nagyobb különbséget, ami önbizalmat adhatott az egész csapatnak, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy jól működött. Budapestet és Barcelonát tartja a két legszebb városnak, ahol valaha járt. A szabad idejét leginkább a családjával és a fiával szereti tölteni, és minden mérkőzés előtt reggel megiszik egy kávét. Ismerjék most meg a veszprémi csapat balátlövőjét, Momir Ilicset. A nevem Momir Ilic. Momir Ilic, 128-szoros szerb válogatott kézilabdázó, a nemzeti csapatban 463-szor volt eredményes. A még jugoszláviai Aranyjelovacon született 35 éves, posztja balátlövő, kétszeres bajnokok ligája győztes, klubvilágbajnok, nyert EHF kupát és 3-szor német, 4-szer pedig magyar bajnokságot. 2-szer volt a BL gól királya is. 2013 óta a Veszprém játékosa, a 13-as számú mezben szerepel. Vajon hogyan is kezdődött a karrierje? A testvéremnek köszönhetem, mert ő volt az, aki elsőként elkezdett kézilabdázni. Nagy tehetség volt. Aztán én sokkal többet edzettem, sokkal több áldozatot hoztam, míg ő abbahagyta a kézilabdát, a sportot. Pályafutása során Ilic megfordult több országban és különböző csapatokban. Azt mondja, minden klub adott neki valami újat, és mindenhol remekül érezte magát. Minden klub egyen magasabb lépcsőfokot jelentett. Szerbiában játszottam Szabadkán, ami nagyon jó volt. Aztán váltottam Szlovéniába, ahol fantasztikus 2 évet töltöttem. Majd jött a következő lépcső, a Gummersbach, és aztán a Kiel. Az egy nagyon nagy klub volt. Sok mindent megnyertünk együtt. Ilic ott játszhatott, ahol előtte példaképe is, a szerbek legendás balátlövője, Nenad Perunicic. Majd következett a Veszprém egy számára új országban. Nem olyan nagy a különbség az akkori Kiel és a mostani Veszprém között. Nagyon jó úton járunk. Ahogy egyre többet játszunk együtt, egyre jobbak leszünk csapatként. Az emberek persze itt mások, sokkal nyitottabbak, beszédesebbek, míg a németek sokkal hidegebbek. Ami pedig elsőként megfogta a szerb átlövőt... A veszprémi szurkolók. Én érzelmes játékos vagyok. Ez az atmoszféra, ahogy hallom, hogy mögöttem vannak a fanatikusok, csodálatos. Ők az egyik legjobbak Európában. Emlékszem, milyen rossz volt az, amikor 9 gólos előnyről elveszítettük a bajnokok ligája döntőt Kölnben. Az sokkolt mindenkit. És ők akkor is ott voltak velünk. Ott voltak mögöttünk azután a meccs után is. Az lehírhatatlan érzés volt. Na, erre csak ők képesek. Ilic pályafutása során már gyakorlatilag mindent megnyert. Most akkor mégis mi motiválja őt? Az első naptól kezdve egy dolog leveg a szemem előtt, hogy bajnokok ligáját nyerjek a Veszprémmel. Először is magam miatt természetesen, de sokkal inkább a klub a szurkolók miatt. Nem is tudom, hány éve fektetnek már be itt egyetlen cím megszerzésébe. Mindent csak a bajnokok ligája sem megért. És eddig a pillanatig nem sikerült megnyerni. Biztos vagyok benne, hogy össze fog jönni. Nagyon remélem. És akkor az lenne a csúcsa a karrierem végének. Ilic a szerb válogatottal 2012-ben Európa-bajnoki ezüstérmet is szerzett. Ez valami egészen más. Ha nyersz valamit a kluboddal, az jó érzés. De ha az országodnak nyersz valamit, sokkal nagyobb büszkeséggel tölt el. Nagyon boldog voltam akkor. A válogatottnál sokszor problémánk volt egymással, az edzőkkel, butaságok miatt is. De akkor nagyon együtt voltunk. Igazi csapatot alkottunk. Mint minden nagy sztárnak, neki is megvannak a maga babonái a meccsek előtt.
Ha lehet, akkor mindig ugyanoda parkolok. Ugyanaz a pólóm van a mez alatt, ugyanazok a zoknik. Néhány dolog, amit ugyanúgy csinálok. Ez segít koncentrálni a meccsre. Ilicsel egyik kedvenc éttermében találkoztunk, ahol sokszor ebédelnek együtt a feleségével. Ha végzünk az edzéssel, eljövünk például ide ebédelni. Aztán elmegyünk az óvodába a gyerekért. Néha, ha van időnk, elmegyünk Budapestre. Ha tudunk, akkor mindig együtt csinálunk mindent. És persze Ilics sok mindent csinál együtt a két éves Tadejjel is, a fiúkkal. Ő csinálja velem, nem én vele. Azt tesszük, amit ő akar. Sok energia kell hozzá. Futunk, ugrálunk. Két éves, azért nagyon különleges dolgokat még nem tudunk csinálni. És vajon magyar állampolgárként hogy áll a magyar nyelvvel? Nagyon nehéz. Próbáltam. Őszintén. Egyszer, kétszer, háromszor is, de nagyon nehéz nyelv. Nem tudtam eddig megtanulni, de egyszer mennie kell. Meg kell tanulnom. 5 év után azért néhány szót tudok, mondjuk 20-at. De azért ez még kevés. Így a végére pedig, ha már egy étteremben beszélgettünk, főhősünk vajon hogy áll a magyar konyhával? Csak vizet iszom, üdítőt nem szoktam. Néha egy kis sört vagy bort. A kultúra, az ételek nagyon hasonlóak Szerbiában is itt. A gulyás az odahaza csevapcsicsa, nagyon híres mind a kettő. Vagy ott van a csülök, azt is nagyon szeretem. Vagy azt a rózsaszín gyümölcslevest. De a kedvencem a szárma, amit Szeged környékén szintén így hívnak, amúgy töltött káposzta. Ha tehetném, minden nap azt tenném. A Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek legfontosabb meccse előtt áll a Telekom Veszprém csapata, hiszen a Paris Saint-Germain otthonában kell pályára lépni ezen a hétvégén. Az biztos, hogy a párizsiak mindent elkövetnek azért, hogy a 2 pontot otthon tartsák, de abban is biztosak lehetünk, hogy ehhez Ljubomir Vranjes fiainak is lesz hozzászólni valója. Hétvégén Párizsba látogat a Veszprém. A Bajnokok Ligájában a B csoportban hatalmas rangadóra van kilátás. A Veszprém első, míg a PSG második. A két együttes elmúlt 10 mérkőzéséből 4 francia siker, 1 döntetlen és 5 építők győzelem született. Nagyon komoly harcra számítok, idegenben nehéz lesz. Egyértelműen a csoport elsőség a tét. A lehető legjobban kell készülnünk, nagyon jó csapatuk van. Talán nem úgy játszanak mostanában, ahogy elvárnák tőlük az emberek, de attól még erős keretük van. Tényleg nem lesz könnyű, de majd meglátjuk 60 perc után. William Akambré korábbi csapata ellen léphet majd pályára. Természetesen különleges lesz ellenük játszani, hiszen 3 idényt is lehúztam Párizsban. Ez lesz az első alkalom, hogy veszprémiként lépek majd pályára ott. De nem csak ezért lesz pontos számomra, hanem azért is, mert elsők vagyunk a csoportban, ők pedig másodikak. És ha meg akarjuk tartani ezt a pozíciót, akkor nyernünk kell. Ezért nem csak számomra, de a csapatnak is fontos lesz a meccs. Természetesen mindenki emlékszik a júniusi BL elődöntőre, ahol egy góllal kikapott a Veszprém és lemaradt a döntőről. Mikler Roland tudja, most is nehéz lesz idegenben pályára lépni. Ha valahogy egy egygólos győzelmet vagy egy döntetlent el tudnánk érni Párizsban, akkor az nagyon nagy dolog lenne, de ahhoz rengeteget kell dolgoznunk, és nagyon pontosan, majdnem csak hiba nélkül kell, hogy játszunk. Mai adásunkban is bemutatjuk önöknek az 5 legszebb pillanatot és a 7 játékosát.
Ezúttal Lékai Máté érdemelte ki a hétjátékosa címet, nagyszerűen irányította a csapatot a BL-ben, és emellé 7 gólt is szerzett az Aalborg ellen. Az első fél időben nagyon-nagyon jól játszottunk, a védekezés és a támadás is remek volt. A másik fél időben sajnos döntetlen lett, de azt gondolom, hogy ha 6-tal nyerünk bárki ellen a BL-be bárhol, akkor elégedettek lehetünk. Ennyi volt a mai Építők magazin. Ne feledjék, a veszprémi csapat november 12-én a Paris Saint-Germain ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában. Magazinnal pedig jövő héten ismét jelentkezünk. Én köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!